kiderült, hogy az én számomra tényleg milyen rettenetesen nagy jelentősége van a kíváncsiságnak. A kíváncsiságnak, ami az ember, meg többek között ugye ennek a magyar embernek, meg ennek az országnak is az életére vonatkozik. Nem úgy, hogy csináljuk meg a történelmet, meg zárjuk le a történelmet, hanem úgy, hogy mi történt, hogy vagyunk itt most, miken mentünk keresztül, és miért, és milyen összefüggésben, és egyáltalán ez a kontinens, mert azért az igazság az, hogy én megcsináltam magamnak a fedezéket is, hogy úgy mondjam, ahhoz, hogy én inkább kontinentális dolgokkal foglalkozom, mint sem magyarral, ami egyébként igaz is, és máig vallom, hogy enélkül ezt a történelmet nem lehet megérteni. Ez minden oldalról be van, körül van véve, be van szőve, be van határolva, szóval ezt önmagából megérteni egész egyszerűen lehetetlen, mert olyan hibákat, vagy olyan bűnöket vennénk magunkra, miért nem mi vagyunk a felelősek. Miközben elsiklunk netán olyasmi fölött, amit viszont megtettünk volna, és mégse tettünk meg. Kiderült, hogy ez a kíváncsiság, ez nem csak kitaláció, hanem ez tényleg nagyon lényeges eleme az én egész habitusomnak, és ettől mérhetetlenül boldog voltam. Szóval ez csak az értheti meg, akinek van egy olyan foglalkozása, ami egyúttal a hobbija. Nekem ez abban áll mind a mai napig, ha egy levéltárba ülhetek, ott a koszos, poros iratokat forgathatom, és ott rábukkanok olyan dolgokra, amiket senki se tud, csak én. Most, itt, ezen a helyen. Ez ami egészen fantasztikus érzés. És nem ritkán volt ilyen élményem ezen a pályán.